30 éve, 8 év böjtölés után tértek vissza a magyar versenyzők a 84-es szocialista bojkott miatt az olimpiákra, Szöulban pedig 6. hely az éremtáblázaton, 11 arany, 6 ezüst, 6 bronzéremmel. A jubileumon, a 30 éves jubileumon az akkori hősök közül két bajnok, az öttusában két elsőséges szerző Martinek János és a kardvívó csapattal győztes Szabó Bence emlékezik. Nosztalgia, ez nem tudom mi a jó szó. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát, ahogy ezt mondtam, a bojkott miatt 8 év, és gondolom, hogy ez egy felfokozott érem, éhség és várakozás, és egy egészen különleges helyzet volt, igaz? Hát olyan, mintha tegnap történt volna. Igen? Igen. De 84-ben igazából én nem jutottam volna ki az olimpiára, viszont ott készültem együtt a csapattal, és kiváló barátom, Abai Péter, aki csapattag lett volna már, megkapta az egyenruháját is, amit ott irigykedve néztünk az edzőtáborba, és aztán egyszer csak elröpült az a 4 év, és csapattag lettem, és hát nagy várakozás volt. Valóban figyeltük akkor már az eléggé a politikai eseményeket, mert ott voltak ilyen kisebb zavargások Szöulba, de hát azért bíztunk benne, hogy előforduljon ez. Janika? Hát nálam ugyanez a helyzet, 84-ben még nem voltam ugye a térképen, akkor kerültem be a válogatottba, mint junior, tehát még 2 éven volt a felnőtt korig, és hát 87-ben dobtak be először a mélyvízbe az olimpia előtti évben. Természetesen a magyar sport a nemzetközi vérkeringésben a bojkott ellenére ott maradt, és ott volt vég. Az ellenfelek ismeretében, az azt megelőző világversenyek ismeretében ti személyesen milyen elvárásokkal és célokkal indultatok Szöulba? Hát ugye a vívásban az volt akkor a szabály, hogy 3 indulhatott egyénibe, és 4+1-es volt a csapat. És hát annyira erősek voltunk, hogy én mondjuk 4. voltam a világranglistán, és végül nem voltam egyéni induló. Bujdosó Imre nyerte akkor az összetett világkupát, és Nébal Gyuri volt a 3. Hát föl lehet tenni persze a kérdés, hogy én 4. miért nem indultam, de előre ki lett mondva két versenyzőnek, Edővár Imrének és Nébal Gyurinek, hogy ők biztos indulók, és hát a Bujdi az bejött ezzel az első helyével, de nagy várakozással készültem a csapatverseny, és hát nekünk a legnagyobb ellenfelünk, ahogy a döntőbe is kiderült, az oroszok, vagy akkor szovjetek, a Szovjetunió volt, úgyhogy az olaszok is nagyon erős csapattal voltak, de ugye általában nekünk az oroszoktól volt félnivalónk. Szerintem a Janéknak is. Ez így igaz. Egyébként nekünk úgy volt, hogy 87-ben ugye utolsó helyről tudtunk nyerni világbajnokságot a lovaglást követően, és hát 600 pontot dolgoztunk le akkor, és hát úgy utaztunk ki az olimpiára, hogy van 600 pont előnyünk a többiekkel szemben, tehát egy idézőjelbe, de várható csapataranynak kellett megfelelnünk, aminek sikerült is, és hát általában az öttusában a 10-15 ember esélyes a végső győzelemre, és abban a 3 magyar mindig beletartozott. Annyiban különböző a karrieretek, hogy egyikőtöknek egy olimpián sikerült egyénit és csapatot is nyerni, a másiknak kellett várnia még 4 évet erre. Igen, mivel Szóban nem indultam egy évben. Így van. Már a viccet félretéve. Egyébként én ott voltam a Jani győzelménél, és fantasztikus élmény volt. Tehát egy iszonyú profi stáb dolgozott Török Feri vezetésével körülöttük, és lehet azt mondani talán, hogy ebből a csapatból a Fábián Laci és a Mizsér Attila voltak talán az 1-es, 2-es és a Jani a 3-as versenyző így az olimpia előtt, aztán erre rácáfolt és egy fantasztikus versenyzéssel megnyerte, és emlékszem rá, ugye az volt akkor a szabály, hogy aki elsőnek fut be, az az aranyérmes, és ott álltunk, és jött le a Jani, és iszonyatos energia volt benne, hogy ott futottál be a célba, hát fantasztikus volt. Hát igazából úgy, hogy a koromnak köszönhetően voltam a 3-as számú, de azt gondolom, hogy teljesítményben körülbelül ugyanazt tudtuk, hiszen évközben a nagy versenyeken is képes voltam nyerni, és azt gondolom, hogy azok még nehezebbek voltak, hiszen ott elindulhatott 2 magyar, 2 orosz csapat, itt hát az olimpián csak 3 fő. Azt is akarom kérdezni, hogy az öttusa ezernyi szabályváltozása, átalakulása, és hát is figyelve, akkoriban az aznapra rendelt szerencsédnek, mert nyilvánvalóan a jó forma mindent elkapni, kisebb volt még a jelentősége, mint ma? Talán igen, hiszen ott 5 nap volt. Tehát
ha egy napra van rendelve a szerencse, akkor az nagyon kevés. Tehát igen. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy minden nap formába kellett lendülni, és jó paszban kellett lenni ahhoz, hogy a végén a végső győzelmet elhozza az ember. Bence, tekintetben vívásban nem változtak ekkorát a dolgok. Ez a bizonyos elkapod el a napot, ez egy örök kérdés a vívónál. Hát igen, ez volt az utolsó verseny egyébként, ahol négy oldalbíróval zajlott a verseny, tehát ezután vezették be az elektromos találatjelzőt a kardvívásba. Egyébként nekünk nagyon-nagyon rossz sorsolásunk volt, tehát lehet azt mondani, hogy szerencsétlen. Az összes erős csapattal összekerültünk, tehát még a szovjeteknek egy halálkönnyű csoportja volt valami két gyenge csapattal, addig mi a Lamourral fölálló franciákat vertük meg, és a két Etropolszkival fölálló bulgárokat, ami egy nagyon erős csapat volt. És aztán még a lengyelekről elbeszél. Utána a lengyeleket, az olaszokat, és végül a szovjeteket, tehát az összes esélyessel végig vívtunk, és mindenkit megvertünk. Na, hát akkor ezt nem adták ingyen, ezt az aranyérmet, hát azt nem lehet mondani. Én arra emlékszem mindenesetre, hogy az első asszomra, amikor fölmentem a bulgár Marincsevszki ellen, akivel azért általában azért jobb volt a mérlegem, de olyan feszültség volt, mert olyan ideges voltam, hogy teljesen kiszáradt a szám, és az utolsó pillanatban még kellett igyak egy kortyot, és ahogy a maszkot lehúztam, úgy megnyugodtam, és sima 5-2-es győzelem megkezdtem. Jött a megvilágosodás. Lehet így is mondani. Bence már mondta, hogy figyeltek benneteket. Általában ez Szöulban hogy történt? A magyarok magyarokra és egymás teljesítményeire hogyan tudtatok odafigyelni? Hát egyrészt azért próbálunk egymásra odafigyelni, hiszen ott egy igazi egységet alkot a magyar csapat. Volt két toronyház egymás mellett, amiben laktunk, tehát minden este ott lent a klubszobában azért összetalálkoztunk a magyarokkal. Micsoda közben is is próbáltuk egymás versenyeit megnézni. Természetesen addig, amíg mi versenyeztünk, eddig kevesebb lehetőséggel, később azért sokkal nagyobb, lazább, hogy mondjam, időbeosztással tudtunk versenyt látogatni. Én ott megnyert 11 aranyból, 10 aranyon személyesen ott voltam, tehát láttam, vagy megéltem, vagy nézőként. Sajátján is. Igen, például. Mi lemaradt volna, az mekkora szám lenne? Az volt egy nagyon jó dolog, hogy azért ne felejtsük el, hogy először is nem voltak a szobákba tévék, hanem egy ilyen közösségi hely volt, ahol egy szoba, ott összejöttünk. A másik, hogy nem volt mobiltelefon. Tehát mindenki a másikkal is foglalkozott egy kicsit, és én emlékszem rá, hogy ott abban a klubszobában minden este a Klampár Tibinek a sztoriait hallgatni, hát az egy akkora élmény volt számomra, hogy az hihetetlen, hiszen egész kis gyerekként éltem meg, amikor ők világbajnokok lettek, és utána egyszer csak csapattagok lettünk, és egy nagyon jó hangulatú, nagyon jó egységet alkotott tényleg az egész magyar csapat. Vidám volt a kompánia. Abszolút, és ráadásul úgy, hogy nálunk a vívás akkor még ugye egész napos volt, hiszen 66 fővel végig kellett vinni mindenkivel 3 percre, és ott reggel 8-tól este 10-ig zajlott, és hát a magyar csapat az folyamatosan váltotta magát a versenyhelyszínen, tehát voltak benne a tornászok, a vívók, tehát minden sportágból elosztva, de időnként belátogattak meg, szurkoltak nekünk, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt. A legvégén voltunk mi a karcsapat, és valami borzasztó érzés volt az, hogy ott végig edzettünk. Én nagyon-nagyon rosszul voltam az ottani kajától, meg szagoktól, amik ott voltak abban az étteremben, és amúgy is egy vékony dongájú fiú voltam, és még abból is fogytam egy kicsit. Minden nap edzettünk, feszültek voltunk, és vártuk már, mikor lesz a mi versenyünk. Persze úgy azért más versenyt látogatni, hogy az embernek még hátra van a verseny, mint úgy, hogy már egy aranyérem vagy kettő a nyakába lóg. És még volt egy nagyon aranyos sztori, amikor megnyertétek, és sose felejtem el, hogy a toronyháznak az erkélyén ott kim voltatok a csapattal, és a Buzgó Jóska volt velük, mint vezetőedző, és akkor ott kiabáltak, meg ott jól érezték magukat, és az egyik kézilabdás fiú felszólt neki, hogy Józsikám, egy kicsit nem kéne szerényebben? Csak annyi volt a válasz, lennénk mi szerények, de most nincs mire. Igen, ez a helyzet állt előszóba veletek. Igen. Így van. Akkoriban még előfordult, ma előfordulhatna az, hogy egy olimpián az ötös a csapatból valaki átmegy vívni. Hát az én válaszom, hogy nem, sajnos nem. Egyrészt azért, mert nincsenek olyan minőségű ötös a vívók. Talán ezt is, mert ők azért tényleg jól vívtak. Hát a lehetőség adott, én azt gondolom.
Ami miatt talán nem, hiszen régebben azért nyitottak voltak a vívóversenyek is, tehát hát, amikor Barcelonában voltunk edzőtáborban, akkor ugyanúgy az ottani világkupán abban az időtájban rendezték, akkor elindultunk, sőt jártunk kimondottan vívó világkupákra. Ez most jelen pillanatban azért a vívóknál is nehezebb, hiszen szabályozva van az indulók létszáma, és ezáltal valószínű, sőt elvárható a vívóktól, hogy onnan kezdik a létszámot feltölteni, és nem az öttusán keresztül. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy sokkal nehezebb most kiharcolni azt, hogy valaki indulhasson egy ilyen olimpián öttusában és vívásban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.